A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésének köszönhetően 2014 óta februárban Kossuth Zsuzsanna a magyar betegellátás történetének kiemelkedő alakja tiszteletére születésnapján ünneplik a Magyar Ápolás napját. Kedden immár negyedik alkalommal koszorúzták meg a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán takkórháza udvarán található szobrot, melyet a legelső katonai kórházakat létesítő és felügyelő női ápoló tiszteletére létesítettek. A gyulai esemény a koszorúzás után a kórház árvai termében folytatódott, ahol Becsei László főigazgató kiemelte. Az országos átlaghoz viszonyítva a központi kórházban megfelelő az ápolók létszáma. Az egyetlen megoldandó problémát a fluktuáció, vagyis a dolgozók állandó vagy gyakori munkahely változtatása jelenti. Mégis melyik központi kórházban nincs ápoló hiány, összehasonlítjuk országos intézménnyel, az országban barát egészségügyi intézménnyel, viszont azt tapasztaljuk évről évre, hogy nagyon nagy a fluktuáció. Az idei esztendő különleges, hiszen az Egészségügyi Világszervezet úgy határozott, hogy 2020-at az ápolók és a szülésznők évévé nyilvánítja. A kezdeményezés így próbál rávilágítani az egészségügyi dolgozók egyre csökkenő számára. Mészáros Magdolna ápolási igazgató emlékeztetett, jelenleg megközelítőleg 20 millióra becsülik az ápolók és a szülésznők számát világszerte, akik átlag életkora 44,8 év. Éppen ezért fontos az utánpótlás biztosítása, az ápolók presztízsének növelése. Rádöbbentek arra, hogy ahhoz, hogy a célok megvalósuljanak, 2030-ra körülbelül 9 millióval több szakemberre lenne szükség. Ami érdekes és szomorú az, hogy Magyarországra ez a negatív tendencia fokozottan érvényes, hiszen az Európai Unióhoz képest, az átlaghoz képest mi 25%-kal vagyunk elmaradva, és az 1000 lakosra jutók ápolók számához képest is nagyon nagy az elmaradásunk. Még Svájcba 16 ápoló jut 1000 lakosra, addig nálunk alig több, mint 6 fő. Ne haragudj, ha néha bántó szó hagyja el, Ajka. Ezt a félelem, a fájdalom teszi, és mivel te vagy mellettem, ezt csak veled tehetem. Gyulasi Györgyi, Köszönöm, hogy vagy című versét követően a hagyományokhoz híven elismeréseket adtak át. A tiszteletbeli ápoló díjat Görgényi Ernő polgármester érdemelte ki, aki többek között a Libor János díj létrehozásával, valamint számos orvos és szakdolgozó elismerésével növelte az egészségügyben dolgozók presztízsét. Az év szakdolgozója kitüntetést pedig Nógrádi Éva, részlegvezető műtéti szakasszisztens, és Szabó Gyöngyi, vezető anesteziológus érdemelte ki. Én egészségügyi szakközépiskolába kezdtem el járni, tehát nyilvánvaló volt, hogy az egészségügy területén szeretnék elhelyezkedni. Szülésznőként kezdtem, és aztán volt lehetőség arra, hogy tovább tanuljak, és anesteziológusként folytattam, és ezt csinálom már hosszú-hosszú éve. Úgyhogy nem is nagyon tudnám magam máshol elképzelni, csak az egészségügyben, a műtőben. A Magyar Ápolási Egyesület ezüst kitűzőjét idén Sándor István szakápoló vehette át. Az eseményen kiemelték. A Magyar Ápolók országos ünnepségén Bálintné Ignác Erzsébet és Kelemen Lajosné miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. A díjátadó ünnepséget követően a szakdolgozók tudományos ülésével zárult a Magyar Ápolók napja gyulai rendezvénye.